Séta. Leszámítva engem. Pontosan. Oh, ugyan. Milyen szabályok vonatkoznak egy ilyen falusi helyzetre? Bemutattak egymásnak, talán nem? Van-e jelentősége itt a bemutatásnak, ha még a nevemre sem emlékszik? Valóban, hiszen alig lehet ébre maradni a jelenlétemben. Hölgyem? Úgy látom, nagyon falusi egy úriember számára az itteni friss levegő, de nem én alkottam a szabályokat, csupán engedelmeskedem nekik. Azt mondták nekem, hogy sok errefelé a látnivaló, de eddig semmi mást nem láttam, csak zöldet felül és barnát alul. Nos, mások többet is észrevettek. Éres, még egy könyvet is írtak a Selbruni erdőről. Talán egy regényt? Amelyek... szegényes, unalmas olvasmányok egyszerű nők számára, sőt, még nők is írják őket. Értem, az önírásáról van szó. Mintha a nők írásai nem mutathatnák meg az elme legnagyobb erejét, az emberi természet ismeretét, a szellem élénkségét, az elképzelhető legválasztékosabb nyelven. Nem voltam elragadtatva. Fel sem fogta. Tudja... szerintem nagyon szép volt. Irónia volt benne. Tényleg? Biztos, hogy nem bántottam meg? Egyáltalán nem. Ah.